Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A járványügyi szabályok betartására hívta fel a figyelmet Filóné Ferenci Baja, Bonyhád polgármestere. A Völgységi Város polgármestere úgy döntött, a törvényi szabályoknak megfelelően közterületeken is kötelezévé teszik a maszkviselést. A városban bezártak a kulturális intézmények, és nem szervezik meg a hagyományos adventi vásárt és a városi szilveszteri rendezvényt sem. A koronavírus járvány felfutó tendenciát mutat az országban. Ennek megfékezésére a kormány több rendeletet alkotott, mely befolyásolja a települési önkormányzatok működését. A polgármesterek ugyanúgy, mint a járvány első ütemében, a képviselőtestületek jogkörét is átveszik. Tavasszal már megértünk egy ilyen helyzetet, úgyhogy annak az alapján működünk most is. Nagyon jól kialakult összehangolt együttműködés volt a képviselőtestület és a bizottság tagjaival, hiszen veszélyhelyzetben nem ülésezhetnek a testületek, sem a bizottságok, de valamennyi döntést a polgármester hozza meg, de abban a formában, hogy nem egyedül én találom ki azt, hogy melyik kérdésben hogyan döntök, hanem ugyanúgy kikérem a képviselőtársaimnak a véleményét, a bizottsági tagok véleményét minden egyes kérdésben, ezt természetesen e-mailen tesszük meg, kiküldöm az anyagokat, ugyanúgy előterjesztések készülnek, kérdéseket tehetnek fel, elmondják a véleményüket, leírják, egyeztetünk, és ezt követően születnek meg a határozatok, akár rendeletek, amelyek módosításra kell, hogy kerüljenek. Tehát ez a része a munkánknak, már van egy gyakorlati tapasztalatunk az év során, ez gördülékenyen tovább folyik. Most ugye november végi testületülésre készültünk volna a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, ugyanazokon a napi rendekkel, meg amit még az élet közben hoz, ezek a döntések megszületnek majd. Vannak átruházott hatáskörben hozott döntések is, amelyet például a Humán Bizottság gyakorol lakáskiutalásoknál, szociális segélyeknél, átmeneti segélyekre vonatkozóan, és vannak jegyzői hatáskörbe, átruházott hatáskörbe hozott feladatok, ezeket is most a polgármester gyakorolja. A jogszabályok meghatározzák az intézmények működésének rendjét. Jelesül ez Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárat jelenti, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központot és a Völgység Múzeumot. Mindhárom intézmény esetében sajnos arról kellett tudomásul vennünk, hogy be kellett zárjanak az intézmények. Látogatási tilalom van gyakorlatilag, nem látogathatók ezek az intézmények. Ugyanakkor az ott dolgozók zárt ajtók mögött végzik a munkájukat, mindhárom intézményben van bőven feladat. Egyrészt elrendeltem számukra a december 11-ig terjedő időszakra vonatkozóan az újabb alapos és mindenre kiterjedő egész intézményi feltöltlenítést, másrészt pedig például a Városi Könyvtárban folytatják azt az állománylertárt, amit tavasszal megkezdtek, úgyhogy a munka az a háttérben is folyik. A Bonyhádi Városi Sportcsarnokban csak testnevelési órák zajlanak, illetőleg megfelelő körülmények között a versenysportot űzők járhatnak edzésekre. Az uszoda bezárt, míg a piac téren a korábbi maszkhasználatról szóló intézkedések alapján lehet vásárolni, illetve árusítani. A rendezvényeket is szabályozzák ezek a kormányrendeletek, és ezek a vonatkozó szabályok gyakorlatilag tiltóak. Semmilyen olyan rendezvényen már nem készülhetünk az év visszalévő hátamaradó részében, amire pedig már nagyon régóta készültünk. Ilyen például az adventi időszak. Most már az elmúlt két évben a nagyon méltó helyen is a rendezvénytéren, a kaszinókerben tudtuk közösen a város adventi koszorúján meggyújtani a gyertyákat. A hagyományok az illően a minden felekezettel közösen, helyi fellépőkkel, hangulatos programokkal, és természetesen a gasztronómia sem maradt el, meg azok a jótékonysági vásárok sem, amik ilyenkor egy adventi időszakban jellemzői egy-egy forgatagnak. Sajnos ezekről most idén le kell mondanunk. Városi adventi koszorú lesz, díszíteni fogja a rendezvényteret, de gyertyagyújtási ceremóniát sajnos nem fogunk tudni tartani, és arról a sok-sok nagyszerűnek ígérkező programom, amit a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek szerettünk volna megtartani, és már megszervezésre kerültek, azok is most elmaradnak. Van egy olyan program is, amire még sosem volt, sosem került sor a városunkban, és éppen azért, mert a Tarka Fesztivál a városunk legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye is elmaradt idén a koronavírus járvány miatt, ezért egy olyan szilveszterrel, egy olyan szabadtéri szilveszterrel készültünk a Művelődési Ház munkatársaival közösen, ami még nem volt Bonyhádon, amiből akár hagyományt is teremthetnénk, és hogy egy picit ilyen hiánypótló legyen az itt lakóknak
az érdekében és a közös az együttvétartozás erősíte érdekében, hát sajnos most erről is le kell mondanunk, de bízom benne, hogy nem örökre, és a jövőben ezt megtarthatjuk. A 10 000 lakosnál nagyobb településekben a polgármesterek eldönthették, kötelezővé teszik-e a maszk használatát a közterületeken. Én éltem ezzel a lehetőséggel, és egy olyan döntést hoztam, amely lehet, hogy a lakosságnak egy részének nem tetszik, és szigorúnak tartja, hogy a város valamennyi közterületén és nyilvános helyén kötelező mától a maszk használata. De ezt a döntésemet természetesen előtte megkonzultáltam olyan személyekkel, akiknek a véleményére adok. Hatósági emberekről is beszélek, itt rendőrkapitányúrral, vagy akár tisztifőorvosasszonyra gondolok, és természetesen orvosokkal, képviselőtársakkal, alpolgármesterekkel is konzultáltam. Én hiszek abban, hogy csak olyan rendeletet érdemes megalkotni, amelyet betartani és betartatni is lehet. Tehát ami életszerű és ami betartható, olyan fajta rendelkezést, ami különböző utcákra vonatkozik, különböző méter és távolság betartásokra, én bonyolultnak gondoltam, sokkal nem a munka elvégzésének a megsporolása miatt, hanem az átláthatóság, a tisztánlátás és a betarthatóságnak az érdekében az a döntés született, és azt a rendeletet alkottam meg, hogy a mai naptól december 11-ig a közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező a maszk használat. A kormányrendelet, mint magasabb jogszabály, a közparkokban és a sporttevékenység közben megengedő, így Bonyhád 10 közparkjában sem kell kötelezően maszkot viselni. Ilyen a Perccelkert, a Fáji lakótelepi zöld terület, a Szecskaváros részben a játszóterek és zöld területek részei, a volt vásártéri terület, a családi és pihenőpark, a rendezvényterünk, és talán mindegyiket felsoroltam, ha valami kimaradt, akkor gyorsan megnézem, a Székely Emlékpark és a Rákóczi utcai emlékművek körötti zöld terület. Ezekre nem vonatkozik a kötelezettség a maszk használatra. Azok a járványügyi intézkedések, amelyek eddig is életben voltak, például a kötelező távolságtartás, az ugyanúgy él. Tehát ugyanúgy a parkokban is kötelező ezt is továbbra is betartani. Mi azért itt a városban, Bonyhádon továbbra sem hagyjuk magukra az időseket. A gondozási központtal egy rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a tavaszi időszakban. Mind az 57 dolgozójuk kivette a részét abból a munkából, amikor az időseknek bevásároltunk, gyógyszereket váltottunk ki, csekeket adtunk föl. Azért fogalmazok több számban, mert én magam is részt vettem ebben is, mától ugyanúgy részt veszek ebben a feladatban. Mind 3 telefonszám él, amit tavasszal meghirdettünk, és ezeken a telefonszámokon ugyanúgy továbbra is el lehet érni a gondozási központ munkatársait, mindenben segítséget lehet kérni, hiszen nem hagyjuk őket magukra. Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy a tavasz időszak arra viszont nagyon jó volt, hogy azoknak az időseknek, akik igénybe vették akkor ezt a fajta ellátást, és keresték a gondozási központ idős gondozóit, és bevásároltak számukra, ma már mindenki közülük, csak néhány kivétel van, részese a rendszeres házi segítségnyújtásnak, tehát bekerültek a rendszerbe. Ez egy nagyon nagy segítség az ő számukra, mi pedig tudtuk szélesíteni ezt a fajta ellátottság kötelezettségünket is. Én azt tartom nagyon fontosnak ebben a helyzetben, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva és másokra utalva ebben a helyzetben. Mi magunk is tehetünk azért, hogy a saját egészségünket és mások egészségét is megvédjük. Ez egy felelősségteljes magatartás, ugyanakkor szerintem fontos is, hogy az az érzés, hogy tehetek annak érdekében, hogy akár itt Bonyhádon megfékezzük a járványt, egy kicsit lassúbbá tegyük. Látjuk az országos adatokat, a megyei sem más, ugyanúgy folyamatosan növekednek az igazoltan pozitív betegek számai, és Bonyhádon sem mások ezek az adatok. Ennek érdekében, ha magunk tudunk tenni, hogy ezt lassítsuk, akkor szerintem az egy fontos emberi érzés lehet. Arra kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg, tegye felelősségteljesen, vigyázzon mindenki magára és másokra is. Én bízom az összefogás erejében. 126 millió forintból újult meg a Bonyhádi József Attila utca. Az egyirányú utcában nem csak az útburkolatot újították fel, kicserélték a teljes vízközműhálózatot, és a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornát is újjáépítették. Az utat már egy hónapja használatba vehették.
Már több mint egy hónapja használatba vehették az autósok is a József Attila utcát Bonyhádon, hiszen a szerződéses határidő előtt befejezték a kivitelezést. És hogy mi is történt? Elkészült a József Attila utca felújítási munkája. Ugye a felújítási munkák során a durván 300 méter hosszú utcában nem csak a burkolat felújítása készült alapítványi munkákkal együtt, hanem elkészült a víziközművek rekonstrukciója is. Nagyjából ez a 2000 négyzetméteres utcának a teljes felújítása durván 5 hónapot vett igénybe, a felújítást szakaszosan végeztük, igyekezve csökkenteni az itt lakók kellemetlenségét. Most már az utcát nagyjából egy hónapja forgalomba helyeztük, úgyhogy használják nagy megelégedettségre. 2000 négyzetméter térkő burkolat készült, nagyjából 400 folyóméter szegélyt raktunk le. Ugye ez teljes utca az 300 méter hosszú, teljes hosszban elkészült az ivóvíz, a szennyvízvezeték teljes kiváltása, készült egy nagyjából 100 méteren csapadékcsatorna, és a teljes utca hosszban új szivárgórendszert is építettünk ki a burkolat alatt. De miért volt szükség az utca felújítására? József Attila utca, ez Bonyhád egyik legrégebbi utcája. Ebből ugye az is következik, hogy nem csak az útburkolat, hanem az alatta levő közművek is jelentősen elöregedtek, elhasználódtak, sok volt a csőtörés és az egyéb probléma. Általában pályázatok burkolatokra vannak kiírva. Itt ebben az esetben olyan szerencsések voltunk, hogy a közművekre is tudtunk pályázni, ezért megvártuk gyakorlatilag, ezért tartott egy kicsit tovább a kivitelezés megkezdése, megvártuk, amíg ezt a pályázatot biztosan elnyerjük, hogy természetszerűleg először a közművek, a vízi közművek, csatornahálózat kerüljön kicserélésre, és utána pedig a burkolat. A döntés már tavaly megszületett, de a munkálatokat csak idén tavasszal kezdték el, és rendhagyó módon az utca térkőburkolatot kapott. Az az igazság, hogy műszaki szempontból úgy gondoljuk, hogy ez talán előnyösebb. Bonyhádon már ez a harmadik utca, amit ilyen módon újítunk fel, de nem csak ez a szempont, hanem én azt gondolom, hogy az esztétika is, tehát ahogy említettem, az egyik legrégibb utcáról van szó, talán ez a fajta megoldás jobban illik az utcaképhez. Koronavírus járvány napi eseményei megakadályozzák azt, hogy ezt jelen pillanatban egy nyilvános, nem csak sajtónyilvános, de a lakók által, közösség által is nyilvános átadáson tudjuk a lakosságnak átadni. Ez sajnos most nem sikerült, de talán majd később pótoljuk. Sok olyan beruházásunk van most, nagy beruházásunk, amit emiatt majd nem tudunk átadni, úgyhogy valószínűség szerint ezeket majd talán tavasszal egyszerre át tudjuk ünnepélyes keretek között adni a lakosságnak. Rengeteg olyan utca van, ami legalábbis burkolat cserére szorul. A források végesek, úgyhogy folyamatosan évről évre haladunk lépésről lépésre. Mindig van egy-kettő, három utca, amit részben pályázati, részben saját erőből, de fel tudunk újítani. Most itt a József utca folytatásában a Kossuth utca felújítása kezdődik meg, annak egy jelentős szakasza, azt is alapvetően pályázati pénzből fogjuk megvalósítani. Az alpolgármester szerint vegyesek a visszajelzések, de ez általában így szokott lenni. Azt mindenki elismeri, hogy ez gyönyörű szépen sikerült munka. A lakók egy része egy kicsit aggódik pont emiatt, hogy túl jó minőségű út miatt egy kicsit gyorsabban mennek majd az autók, és erre próbálnak megoldási javaslatokat tenni. Hát egyelőre ott tartunk, hogy egy 30 km-es sebességkorlátozás van bevezetve, és kérni fogjuk nyilván ezúton is a lakosságot és a rendőrséget is, hogy ezt tartsa be, illetőleg ellenőrizze majd. A József Attila utca felújítása bruttó 126 millió forintba került. A Szociális Munkanapján zárt körű rendezvényen köszöntötték mindazokat, akik élethivatása a másokon való segítés. A szociális gondozók megítélése a pandémia idején átalakult, és azok, akik bajba kerültek, már egészen másképpen gondolkodnak a segítő szolgálatban tevékenykedőkről. A közösség és a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte a Szociális Munkanapját. Hazánkban az emberek közel egyharmada küzd olyan problémával, ami szociális kezelést, gondoskodást igényel. Bonyhádon a vírus helyzetre való tekintettel zárt körben köszöntötte a város a gondozási központ munkatársait.
Elmondhatom azt, hogy végre fölfigyeltek a szociális szférára is. Nem csak azért, mert hogy ma van a szociális munkanapja, hanem egyre jobban felértékelődik a munkavégzésünk, illetve a lányoknak a teljesítménye. Egyre nagyobb szükség van rájuk, hiszen a veszélyhelyzet teljesen átírta a forgatókönyvet az élet minden területén, így az idős ellátásban és a családok ellátásában is. A szociális munka nehéz és szerteágazó feladat, mondja Sebestyén Orsolya. A tevékenységek jelentős részéről a kívülállóknak nincs képük. Akkor, amikor belekerülnek az adott élethelyzetbe, akkor értékelődik föl, hogy milyen jó, hogy van az államnak egy szociális szférája, akikre lehet támaszkodni. Mindennapi munkavégzésünk mellett a veszélyhelyzet miatt felértékelődik a feladatunk. Nagy szükség van ránk a családok, illetve az idősek ellátásában. Míg eddig nem tudták a társadalomnak a nagy része, hogy mi az, hogy szociális munka, talán egy zöld mellényes munkavállaló, most már tudják, hogy nagyon kemény fizikai szakgondozói tevékenységet végeznek. Egyre kevesebben választják a szociális munkát hivatásként, pedig hiány szakma. Tolna megyében két intézményben indul csak képzés. Igyekszünk mindig bevonni magunkat a tanulóképzésben, hiszen hogyha sikeres vizsgát tesznek és a gyakorlati idejüket itt töltik, akkor utána ők munkavállalóinká válhatnak. Hogyha ezt nem szívvel, lélekkel csinálja valaki, hiába nagyon jó fizikai munkaerő, hogyha nincs meg benne az az empátia, amit az idősekkel, családokkal szemben tanúsítani kell, akkor sajnos nem fogja megállni a helyét a világban. A város most kiemelten figyelt a szociális munkát végzőkre, ezért jutalmazta a szakembereket. A jelen helyzetben a legnehezebb feladat a logisztika, mondja Sebestyén Orsolya. Arra törekszünk, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást. És csak reménykedünk benne, hogy nem leszünk betegek, mert akkor az ellátás is veszélybe kerül. A Bonyhádi Zománc gyár által 60-70 éve készített tárgyakból nyílt kiállítás Pécsett. Színes város, ezt az elképzelést idézik meg azok a munkák, amelyek a Bonyhádi Zománc műhelyben készültek. Az alkotók Pécshez kötődő művészek, akik 1967 és 72 között hozták létre ezeket a munkákat. Variációk a színes városhoz, Zománc művészeti kísérletek Bonyhádon 1967 és 1972 között. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a pécsi Modern Magyar Képtárban. Olyan művészek vettek itt részt, mint Lantos Ferenc, Bak Imre, Nádler István, illetve a pécsi műhely tagjai, Pincei Sándor, Kismányoki Károly, Halász Károly, Szijjártó Kálmán. Úgyhogy az ő műveiket látjuk itt, és ami érdekes, és ez a címben benne van, hogy ez a Vazarelli elve volt, vagy ideája volt ez a színes város. Úgy képzelte, hogy a képzőművészeti alkotások alkalmazhatók lesznek építészeti felhasználásra, épületek dekorációjaként fognak funkcionálni. Valamennyire a pécsi műhely tagjai ezt a hagyományt követik. Azok a Vazarelli művek láthatók még analógiaként itt a kiállításon, amik 1969-ben először érkeztek a Pécsi Múzeumba, és nyilván ezek a művek erős hatást gyakoroltak az itt látható alkotókra. Egyszerűen a geometrikus absztrakció valahogy valamilyen módon szabad utat kapott egy pillanatra, de azért azt fontos tudni, hogy ezeknek a műveknek a státusza kettős. Tehát egyrészt építészeti dekorációk, ornamentikák, arabeszkekként funkcionáltak volna, és így egy-egy mű nem lezárt, hanem végül is végtelenül folytatható, és különböző variációkban rakható ki. Az, hogy most itt a múzeumban vannak kiállítva, ez a másik lehetősége volt ezeknek a műveknek. Tehát kaptak egy keretet, és a múzeum terében ezek autonóm, önálló, absztrakt műalkotásokként jelennek meg. Tehát ez a két státusza benne lebeg ezekben a művekben. Egyrészt mondom, hogy ornamentika, másrészt pedig, hogy
lezárt a hardage és a strukturalizmus, illetve a konstruktivizmus hagyományát követő művek ezek. Ami izgalmas, hogy ugye 50 éves képek ezek, és hihetetlen intenzitással, frissességgel jelennek meg a színek a technika révén, ugyanis valahogy az ománc, ez a magas hőfok, amin kiégették ezeket a lapokat, az valahogy egy ilyen energiakonzervként a színek révén megőrződött a művekben. Tehát mintha azt a hőfokot a színek intenzitása adná vissza, és a színek intenzitását, a komplementer színeket felerősíti az a geometrikus strukturális kompozíció, amelyik ezeken a műveken látható. Vannak olyan művek, amik a pécsiek számára esetleg ismerősek lehetnek a régmúltból, tehát például a Dédás fríz, amit Lantos Ferenc készített, annak egy részlete is látható itt, illetve vannak olyan művek, amiket különböző középületekről száműztek, és így került a gyűjtői körbe. Tehát ez nagyon lényeges dolog, és nagyon fontos dolog, hogy egy magángyűjtő, egy magángaléria tulajdonos gyűjtötte ezeket össze és restaurálta, és valahogy beemelte a művészettörténeti tudatba, mint művészi lehetőséget az ománcot, képzőművészeti autonóm lehetőséget az ománcot, és ez most már a nemzetközi művészettörténet tudatában is bent van, ahogy a nemzetközi műkereskedelemben is megjelentek ezek a művek. Valahogy a műkereskedelemnek van egy olyan funkciója, amiben azt a kánont, amit a múzeum képvisel és a múzeumi alkotók és alkotások jelent, azt valahogy folyamatosan bővíti, folyamatosan tágítja. És ez történt itt is, hiszen az, hogy ez az ománc kiállítás éppen a modern magyar képtárban van, az azt jelenti, hogy valahogy a múzeum is alkalmazkodik ehhez a kánonhoz. Ugyanakkor annyira, hogy a Pécsen a Negye utcában lévő nagy zománcok is szép lassan elhelyezésre kerülnek a modern magyar képtár állandó kiállításán egy fix helyen, mint egy ezt a kiállítást kísérve és kiegészítve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!